És már is megérkeztem Beilngries városába, egy nagyon kedves bajor város, itt a plébánia templom. Este 9 órakor is bájos a világítás miatt. Zárom a napot Beilngriesben, ezen a nagyon kellemes sörözőben, egy sör Reggel 7:30 van, november 19-én, egy lélek sincs itt Beilngriesben, enyhén ónos szitálás, és oda igyekszem fölmenni, mielőtt még tovább állok. Az egykori kastélyba, amely ma a püspökség egyik konferencia központja. Itt egy hegy tetején áll a 18. századi barokk kastély, egykori vadászkastély. Indulok tovább, hát egy csodálatos hely ez a kastély. Jó lehet annak, aki itt vesz részt egy konferencián, és akkor irány újra a város, irány Berching. Indulok tovább tehát Beilngriesből. És az az érdekessége az itteni közlekedésnek, hogy nincs buszmenetrend, nincsenek menetrend szerinti buszok, hanem van egy flexibusz szolgáltatás, másfél euróba kerül a jegy, és kell hívni, amikor valaki el akar menni valahová, előtte egy órával lehetőleg megrendelni, és tulajdonképpen taxiként működik. Úgyhogy az egyedüli utasa vagyok ennek a kis minibusznak, és még az is kiderült, hogy egy kedves magyar sofőr, üdvözöllek, szervusz. Mióta vagy itt kint? 7 éve élek itt kint, de ez a flexi szolgáltatás júniusban indult itt kint Németországban. Több helyen is funkcionál ez a szolgáltatás. Itt júniustól kezdődött el, aztán igazából ez nagyon praktikus az ügyfeleknek, mert körülbelül egy taxi utazása, tegyük fel a vasútállomásról Beilngriesbe, ami 10 km, az kb. 25-30 euró, de itt nálunk ugye ez ugyanúgy 1,50 euró kerül. És hány ilyen autó közlekedik itt Beilngries körül? Normális esetben 2 autó van úton, hétfőtől péntekig. Reggel egészen 5 óra 15-től lehet foglalni, este 10 óra 30-ig, és hétvégén 1 autó van úton. Hát tulajdonképpen akkor itt kiszolgál ez, vagy 20-30 megálló helyet úgy láttam Beilngries és a környéken élők számára. Úgyhogy ez egy érdekes minta lehet más települések számára is. Már is itt vagyok Berchingben, egy középkori eredetű városban, amelyben a vizesárok és a városfal is gyönyörűen megmaradt.
Föl is lehet menni a lépcsőn, saját felelősségemre megyek föl, egyik kezemben a telefon, és hát elég szűk, de azért nagyon izgalmas. És visszaértem a városházához, és elvileg itt találkozom valakivel, aki elvisz Mihály barátom keresztelőjére. És ez itt már a keresztelő helyszíne, a Heilsbronni. Kedveseim, 10:30 van, Bécsben ragadtam, nem sikerült már vonatkésések miatt Budapestig elmenni, holnap reggel megy tovább, úgyhogy kaptam egy hotelutalványt az osztrák vasúttól, itt a Novotelben, a bécsi vasútállomás főpályaudvar közelében próbálom kipihenni a mai nap fáradalmait. Holnap nem kell sokat gyalogolnom, mert innen éppen a sínekre látok rá.